Nem csak a testünk, de a lelkiismeretünk fölötti rendelkezés is csak a miénk. Elvégre felelős polgárok vagyunk, nem pedig gyerekek, akik állambácsi gondoskodására szorulnak. Szerinted sincs rendben, hogy Magyarországon a kormányzat tanítja erkölcsre és vallásos hitre a gyerekeidet helyetted, vagy az általad választott iskola helyett? Vagy hogy törvény mondja meg, hogy kit tekinthetsz családtagnak és kit nem, mit tekinthetsz vallásnak és mit nem? Aggasztónak tartod, hogy Magyarországon az állam és az egyház összefonódása egyre nagyobb méreteket ölt?